Üdvözlöm a kedves nézőket, szép jó estét kívánok. Ma is van meglepetés vendégem, hisz 7 óra van. Dobrev Klára, közgazdász, jogász. Kezit csokolom, szép jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Innét egyenesen egy fórumra igyekszik. Miről szól egy ilyen fórum? Hát viszonylag rendszeresen járom az országot, és tartok fórumokat. Nagyon jól esik, hogyha meghallgatnak és érdekli az embereket, hogy mit gondolok erről az országról, a kormányról, mit kellene másképp csinálni, és a fórumok többsége arról szól, hogy hogyan kellene kormányt váltani. Ez tulajdonképpen a pártnak, a kampányának a szerves része, mint amit feleség kiveszi a részét? Hát nem csak mint feleség veszem ki a részemet, hanem mint Dobrev Klára is kiveszem a részemet, mint párttag, és mint egy olyan a közélet iránt érdeklődő, és azért valamit tenni is akaró ember, aki nagyon szeretné, hogy itt másképp menjenek a dolgok. A DK-ban még hány feleség, illetve hány hölgy, akinek a férje nem aktív politikus, tesz még ilyet? A feleség, akinek a férje, hát hogyha arra kérdez rá, akkor a DK-nak nagyon sok női politikusa van, akár az elnökségben is, akár és a helyi szervezetekben. Is kiveszik a részüket? Van, aki igen, van, aki nem, de tény és való, hogy tudom, hogy ez egy kicsit ilyen izgalmassá teszi a dolgot, hogy mégiscsak a férjem Magyarország volt miniszterelnöke, én pedig, ahol tudom, ott mondom a magamét. Egy kis aktuálpolitikával foglalkozunk. 9 hónapon keresztül vizet daráltak, a főszerkesztőnő már nem szereti ezt a kifejezést, hisz már annyiszor elhasználtam, de nem jutottak semmire. És most is úgy tűnik, hogy tárgyalnak, mármint a pártok, a Szocialista Párt és a DK, és nem látjuk az eredményeket. Miért van ez így? Muszáj először azzal kezdenem, hogy a Fidesz nem véletlenül alakította át a választójogi törvényt. Ha a régi választójogi törvény szerint mehetnének a választások, mondjuk kétfordulós választásoknak lennének, akkor kétségem nem lenne arról, hogy a Fidesz nagyon kikapna. Nem véletlenül alakított ki egy csapdahelyzetet, amely a demokratikus oldalon természetesen meglévő sokszínű pártokat, mozgalmakat, civileket kényszerít egy olyan közös fedél alá, vagy közös akkolba, ami hát azért a politikai imázsának, a politikai mondani valójának néha a feladását jelenti. Én egy pillanatra megakasztanám, és közelednék, ne engedje meg, hogy a lánc ne tessék hozzányúlni így, és akkor... Tökéletes, elnézést. A kép is nagyon jó, és a hang is. Igen. Akkor ezek szerint mégsem volt jó a lánc. És miután ez a választójogi törvény előállt, ezért az ellenzéki pártok e tekintetben nagyon nehéz helyzetben vannak. Szerintem az a kompromisszum, ami most körvonalazódik, hogy önálló listán meg tudják mutatni azt, amiben különböznek. És ugyanakkor pedig az választókerületekben, az egyéni kerületekben egy az egy ellen indulnak a Fidesszel szemben, ez azt hiszem, hogy garantálja, hogy a Fideszt le lehessen váltani a 2018-as választáson. A mostani választótörvény a hangsúlyt azt az egyéni választókerületekre helyezi. Tehát miért gondolja, hogy le akarják váltani a Fideszt? Hogyha le akarnák váltani, akkor már rég összefogtak volna, és én nem látom a nagy összefogást. Szerintem lesz megállapodás, mindenféleképpen lesz megállapodás. Én nem gondolom, hogy bármelyik ellenzéki párt is arra játszana, hogy ne váltsa le a Fideszt. Olyan hosszú listánk van arról, hogy mi minden ment tönkre ebben az országban az elmúlt hét évben. Momentum együttműködik önökkel? Én úgy tudom, hogy nem. De nagyon nézi a nyakláncomat, ezért egyszer csak fogom és leveszem. Hű. És így megoldottuk a problémát. Igen. Na, szóval köszönöm. Akkor, és mi történik például az LMP-vel? Hát valószínűleg ezt inkább az LMP képviselőitől kellene megkérdezni. Az biztos, hogy 2014-ben több mint 10 helyet veszítettünk azért, mert az LMP szembe indult akkor a többi demokratikus ellenzéki párt, azt szerintem ezt a hibát még egyszer nem lehet elkövetni. Igen, én azt szeretném kihasználni, hogy ön alapjában jövő nem csak jogász, hanem közgazdász is, tehát a matekot, ami nekem nem erősségem, szeretném összeállítani, hogy hogy is akarnak rendszert, illetve kormányt váltani, tehát akkor az LMP nem, a Momentum nem, és akkor nézzük a többieket, ki van még. Hát én úgy gondolom, hogy a Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, az Együtt és a PM valamilyen együttműködésben meg fog állapodni, remélem, hogy minél hamarabb. A számok azt mutatják, és akkor matekozzunk egy kicsit, a számok azt mutatják, hogy ma Magyarországon a Fidesz kisebbségben van, a legnagyobb kisebbség, mondta talán Tölgyesi, és ebben igaza van. Ezért mondtam a legelején, hogy a régi választójogi törvény alapján már rég
le lehetne váltani. De a történelemben nincs olyan, hogy mi lehetne, ha. Ez így van. Ezért alkalmazkodni kell a mostanihoz. Ha a Fidesz a legnagyobb kisebbség, ebből következik, hogy az egyéni választókerületekben, hogyha nem indulnak egymással szemben a pártok, akkor a Fidesz jelöltjét meg lehet verni. Ahhoz, hogy parlamenti többségünk legyen, ahhoz elsősorban arra kell koncentrálni, hogy az egyéni választókerületek többségében demokrata jelölt legyen, hogy aztán a listán a Fidesz megszerzi a maga 30%-át, az egyáltalán nem elég ahhoz, hogy többsége legyen. Úgyhogy e tekintetben bizakodó vagyok, és azt hiszem, hogy van is sok munka, de iszonyatosan sok munka áll még előttünk. Azt hiszem, hogy ez mindig azt mondjuk, hogy hú, ez egy csúnya kampány lesz, de ami most zajlik, és amit most a Fidesz elkezdett már 4-5 hónappal a választások előtt, ez azt vetíti elő, hogy gyakorlatilag minden eszközt be fognak vetni. Hát de az a baj, hogy én ugye itt csak kérdezek, ez persze nem jelenti azt, hogy nincsen véleményem, de ugye van Jobbik 1, Jobbik 2, meg Jobbik 3. Melyik Jobbikkal fognak önök együttműködni? Azt hiszem, hogy egyikkel sem. Ebbe biztos? Igen. És a Cuki Jobbikkal sem? Nézze, amikor a Fidesz kormányra került, akkor egy kicsit attól berzengettünk, hogy hú, hát a Fidesz elkezdett úgy politizálni, hogy egy ilyen Jobbik light lett. Hogy elkezdett olyan mondatokat átvenni, amelyek a Jobbik retorikájában voltak benne, olyan programelemeket átvenni, amelyek a Jobbik programjában szerepeltek. Ez ma már rég nem így van. És ezt tapasztaltuk elmúlt pár évben, hogy ma már a Jobbik lett a Fidesz light. A Fidesz minden határon túlment a Jobbik programjának a megvalósításában, de azért pontosan látni kell, hogy az, amit a Fidesz csinál, az a világkép, az a gondolkodás, az a filozófia, az a Jobbik filozófiája. Ebben nincsen a kettő között nagy különbség. És értem én az elkeseredett embereket, akik úgy gondolják, hogy a Fidesz leváltásához az ördöggel is szövetkezni kellene, és ilyenkor azt szokták felhozni, hogy jó, de a Jobbik még nem volt kormányom, és azért biztos tisztább, mint a Fidesz. De azt akarom nekik mondani, hogy az a Jobbik, aki szoros szövetséget kötött Simicska Lajossal, aki a Fidesz maffia államának megteremtője, aki a filozófiai atya mindannak, ami a demokrácia lebontásában, a közpénzek elherdálásában az elmúlt években zajlott, az, hogy ezzel az emberrel a Jobbik szövetséget köt, bármi is legyen ennek a háttere, aminek a nyilvánosságának csak egy részét ismerjük, az azt bizonyítja, hogy ha véletlenül ne adj Isten hatalomra kerülne, semmi más nem változna. A Jobbik ugyanolyan hatalomtechnokrata, ugyanolyan szélsőséges ideológiai párt lenne, mint amilyen meg a Fidesz. Meg kell, hogy szakítsam. Azért a Fidesz mégiscsak bevezette a nulla toleranciát, a rasszizmus, antiszemitizmus, az idegen gyűlölet, és hadd soroljam tovább. A Jobbik viszont erről már bebizonyította, tanúbizonyosságot tett, hogy nem szereti a zsidókat, az emlékműveket meggyalázta, Európai Unió zászlót. Hadd ne soroljam a bűnlistájukat, mert az van bőven. És ön úgy gondolja, hogy a Fidesz az nem játszik rá sorozatosan intézkedésekkel és retorikában a cigány ellenességre? Ön úgy gondolja, hogy az a migránsozó kampány, amit a Fidesz folytat, az nem egy rasszista kampány? Ön úgy gondolja, hogy az emlékmű gyalázástól adott esetben az érintettekkel való beszélgetés nélkül felállított szabadságtéri emlékmű, vagy általában, ami az emlékezetpolitikában történik, mondjuk Schmidt Mária nevével fémjelezve, az nem annak a egész egyszerűen csak más változata? Igen, mint amit a önnek lehet, mond? Hogy igaza van, de én abból indulok ki, hogy én minden nap beszélgetek emberekkel, politikusokkal, meg beszélgetek nem politikusokkal. Vannak nekem osztrák ismerőseim, meg francia ismerőseim, akik a példa kedvéért zsidók, akik inkább Bécsből átjönnek imádkozni a hétvégére Budapestre, mert itt nem tankokkal és fegyveres őrök állnak a zsinagóga ajtajában. Itt az utcákon sétálni lehet. A Kazinci utcába, a Dob utcába, itt a környéken, a belvárosba nagyon sok zsidó embert látunk, aki kipával a fején, kilógó ciszesszel, pajesszal, boldogan, ugyanúgy, mint az önférje kormányzása idején is közlekednek. Ez nem jellemző ma Európára. Hát az tény és való, hogy Magyarországra nem jellemző, hogy mi bevándorló ország lennénk. Magyarország legnagyobb problémája nem a bevándorlók, és ezt Orbán Viktor is pontosan tudja, se nem a menekültek, hanem az a legnagyobb problémánk, hogy innen még a magyarok is menekülnek.
olyan típusú konfliktusokkal, problémákkal, feladatokkal egyelőre még nem szembesültünk, mint amit Nyugat-Európa, és muszáj, hogy azt mondjam, boldogabbik fele az elmúlt években szembesül. Mert azért mennek oda az emberek, mert ott jobb az oktatás, jobb az egészségügy, jobbak a lakhatási körülmények, jobb a munkakörülmény, azért, mert ott van perspektívája, mert nem zárja be a család a gyereket, hagyd ne soroljam. Ha a statisztikát nézzük, akkor a szint nem csak az Orbán kormány alatt kezdett süllyedni. Az egészségügyi problémák, az ellátások a kórházban azért már korábban is voltak. Az egészségügyel mindig problémák voltak, és egyébként külön is választhatjuk, hogy mi minden történt mondjuk adott esetben az egészségügyben, az oktatásban, a szociálpolitikában 2010 előtt és 2010 után. És biztos, hogy nagyon sok kritikai megjegyzés lenne, nem csak önnek, nekem is, hiszen főleg 7 év táblatában már az ember annyira tudja, hogy mit kellett volna másképp csinálni, de ezt azt hiszem, hogy még apró dolgokban is így vagyunk, hát még nagy országos jelentőségű ügyekben. De azt tudom magának mondani, hogy ha elkezdjük az oktatásnál, hogy 2010 előtt hosszú évek óta először... Van egy ötletem, mert önnek mennie kell, igen, mert várni fogják a hallgatói. Akkor használjuk úgy ki az időt, hogy... Ma ön részt vesz a kampányban, igen, véleménye van. Mit csinálna másképpen? Tehát arról beszélünk ne a múltról, hogy milyen volt, hanem holnap sikerül többséget szerezniük, mit fognak másképpen csinálni? Hát az első... Mit ígérnek? Az első és legfontosabb, hogy... Nem felejtje, hogy be is kell tartani az ígéretet. Nem, és éppen ezért nem is szabad 14. havi nyugdíjat ígérni. Az oktatásban egyébként vissza kell adni az iskolákat a tanároknak, a gyerekeknek és a szülőknek, meg az önkormányzatoknak. Muszáj lesz megtanulni azt, hogy a világ ma már nem ugyanazt a tudást várja el, mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Parag László azt mondja, hogy a szakmunkásoknak kalapáccsal meg fűrésszel kell bánni a Szlovákiában. Az Ipar és Kereskedelmi Kamara elnökére gondolt. Valami oknál fogva Orbán legfőbb oktatáspolitikai tanácsadója. Szlovákiában robotikát tanulnak a szakmunkások, mert az a jövő. Balog Zoltán szerint a gyerekeknek angol és számítástechnika helyett foci és hittan kell, hogy kitörjenek a cigánygettóból. Biztos, hogy jók a forrásai? Egészen jók a forrásaim. Ezt egy 3 évvel ezelőtt mondta el éppen valamelyik hittan, kötelező hittan bevezetéséről szóló. Ha önök kormányra kerülnek, akkor nem lesz hittanoktatás? Kötelező hittanoktatás nem. Viszont kötelező nyelvoktatás plusz tanárokkal, felkészült tanárokkal. Az egyik legigazságtalanabb dolog a tankötelezettségi. Hadd nézek a szemébe és kérdezzek valamit, mert én hiszek önnek. Igen. Ön azt hiszi, hogy a Fidesz politikusok, vagy van olyan politikus, aki demokratikus úton bekerül a magyar parlamentbe, és azt szeretné, hogy a magyar diákok analfabéták legyenek, alulképzettek legyenek, nem kellőképpen szeretik őket, nem akarják, hogy ez a haza jól sikerüljön? Nézze, én ennél egy sokkal jobb indulatúbb ember vagyok. Úgy gondolom, hogy egyébként valakinek a javát sokféleképpen lehet akarni. Néha Isten mentsen meg attól, hogy valaki a javamat akarja az ő módján. Amit látunk az az, hogy amióta a Fidesz kormány az zuhan a magyar gyerekek teljesítménye. Ugye ebben a nemzetközi PISA felméréseket lehetne mondani, de hát akinek a gyereke iskolába jár és minket néz, az pontosan látja, hogy drámai, hogy mennyire más tanul a gyerek és milyen alacsony színvonalon. Tehát ezért nem vagyunk elég rugalmasak. Nem a rugalmasságról van szó. Szépen lassan visszafejtették az oktatásban azokat a fantasztikus eredményeket, amiket egyébként vérrel és verítékkel, és még nem tökéletesen, de sikerült előre vinni. Az oktatás ma az egyetlen olyan terület, ahol egy szegény sorból származó, rossz körülmények között jövő gyereknek is ugyanolyan tiszta lappal kéne indulnia, mint a budapesti belvárosi értelmiségi szülők gyerekének. És ahelyett, hogy tovább folytatták volna, megszüntették azokat az ösztöndíjprogramokat, amelyek mind tanároknak, mind diákoknak szóltak, kevésbé támogatják a roma tanoda programokat, megszüntették... Ha állapodtunk meg az előbb egy oldalon, hogy azt mondja most el, az időt és ezeket kihasználva... vissza is kell, és ezeket vissza is kell állítani, tehát vissza kell adni az iskolákat, át kell alakítani a tantervet, nyelvoktatás, informatika, tabletek, számítógépek, és az a fajta korszerű oktatás, amire a világon mindenütt szükség van, és akkor az előző gondolatot befejezve, és a pedagógusokat azzal megpróbálni motiválni, és megpróbálni őket arra rávenni, hogy ne a budapesti elitiskolákban, hanem igazából a minél hátrányosabb helyzetű gyerekeket elvinni az érettségig, az egy akkora pedagógusi teljesítmény. Itt a belvárosban valakit az egyetemig elkísérni, az
fantasztikus dolog és nagyon szép hivatás, de messze nem akkor emberi teljesítmény. Talán tehát ezt kellene mutatni. Tehát azt javasolja a tanároknak, hogy menjenek vidékre, úgy, mint amikor befejezték az egyetemet annak idején az Átkosba, akkor először elmentek vidékre felzárkóztatni. Én azt javasolnám a kormánynak, hogy kezdjen el olyan programokat, ösztönző programokat, ahol akár fizetéssel, lakhatással, továbbképzéssel, egyébként extra pszichológiai segítséggel, szociológus segítségével, szociális munkás segítségével kezdje el a vidéki iskolák felzárkóztatását, vagy legalább folytassa azt, amit egyébként 2015 elkezdtünk, bár annál már többet kellene csinálni. Van elegendő pedagógus? Túljelentkezés van a pedagógus képzésben, még sincs elég. Még sincs elég pedagógus. Hát nincs presztízsem a Magyarországon a pedagógus pályának, erről nagyon sokat beszéltünk. De nagyon kevés időnk van, és most azt mondta, hogy mindenről beszélünk. Beszéljünk a szociálpolitikáról. Leragadtunk az oktatásnál, igen, ugorjunk egy nagyot. Mi lesz az idősödő generációval? És akkor önöknek beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan kellene támogatni a családokat is, vagy akár a nyugdíjasokat. A legnagyobb problémám a mostani kormánnyal, amin szerintem változtatni kellene, az, hogy igazságtalannak tartom. Igazságtalan, mert azok az intézkedéseket, amiket hoz, azokat a szegényebbeket nehezebb helyzetbe hozza, és a gazdagabbakat meg túljutalmazza. Az adócsökkentésből 75% a gazdagabb rétegnek. Na most előjött a vendégből a közgazdász. Előjött, igen. A közgazdász. De képzeljék el, hogy az egykulcsos adóval körülbelül 450 milliárd forint csoportosított. Tehát ez ugye nagyon sok pénznek hangzik, mondjuk 3 millió háztartás van, akkor az 150 ezer forint háztartásonként. És ennek a pénznek a kétharmada a leggazdagabb két decilisbe ment. Úgyhogy a szegények kevesebbet kapnak. A családi adókedvezménnyel azok egy buszsofőr, vagy akár egy általános iskolás tanítónak a gyereke, az néha negyed, ötöd annyi pénzt kap, mint mondjuk egy top menedzsernek a gyereke, mert családi kedvezményből ő a 1,5-2 milliós fizetésével sokkal többet tud visszaigényelni, miközben a családi pótlékot befagyasztják. Tele vannak olyan intézkedésekkel, amelyekről már bebizonyosodott a világban, hogy nem csökkentik, hanem növelik a különbségeket az emberek között, nyílik a jövedelem olló, nőnek a feszültségek, és ez egyébként önmagában az országnak sem jön, és nem feltétlen a baloldali énem, bár az is erős, jön ilyenkor elő belőlem, hanem az igazságérzetem. Szokott hozzám vitatkozni az igazságérzete miatt a férjével? Neki is elég fejlett igazságérzete van. Milyen jövőt szeretne a gyerekeinek, a saját gyerekeinek? Én nagyon-nagyon szeretném, hogy a gyerekeim itthon maradjanak. És életem egyik legnehezebb döntése volt az, amikor a második fiam azt mondta, hogy ő külföldre megy egyetemre. Én mindig úgy gondoltam, hogy itthon járnak egyetemre, külföldre elmenek mesterképzésre, egy-két évre dolgoznak, és amióta kint van, azóta érzem rajta, hogy nem biztos már abban, hogy vissza fog jönni. És azért ment el külföldre egyetemre, mert a magyar egyetemi képzés, a Lánci vezette, a Corvinus Egyetem rektora, messze nem tudott olyan versenyképes lenni, csúszik vissza. Tehát akkor őt sem szereti. Azt hiszem, nincsenek nekem érzelmeim, én a férjemet szeretem, meg a gyerekeimet szeretem. Legfeljebb kritikai attitűdöm van másokkal szemben. Igen, életem nagy tragédiájának fognám fel, hogyha a gyerekeim úgy gondolnák, hogy külföldön kell boldogulni, és én azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, tehát itt anyák és nagymamák százai és ezrei, tízezrei. De a 21. században az a módi, nekem gyerekeim vannak, és szerte a világban tanultak, és van, amelyik 14 nyelven beszél, és nem különlegesen zsenik, ugyan Jeruzsálemben születtek, de miért ne kéne elengedni őket? Miért ne tanuljanak valahol máshol, másképpen, attól még nem lesznek hazátlanok? Hát boldogan egyébként, ezt mondtam önnek a legelején, hogy mindig is úgy képzeltem, hogy elmennek külföldre egy-két évre, elmennek dolgozni egy-két évre, de valahogy úgy hosszú távon mindig úgy gondoltam, hogy Magyarországon élünk, mármint hogy mindenki persze a saját önálló életét. És nagyon nehéz. Mennyire nehéz egy volt miniszterelnök feleségének lenni? Én kifejezetten élvezem és szeretek Gyurcsány Ferenc felesége lenni. A jó múltkorában beidézték egy vallomásra? Igen. Mi? Ott egy bírósági ügy miatt. Mi is volt ez tulajdonképpen? Igen. Most jöjjön előnből a jogász. Ceglédi ügyről csak, van szó. Azt hiszem, ott nem a volt miniszterelnök feleségét idézték be, hanem az egyik legerősebb ellenzéki párt elnökének a feleségét, tehát ez a választási kampánynak a része volt szerintem.
ugye Ceglédi Csaba, aki emblematikus figurája egyébként az ellenzéki oldalnak, mind a szocialista pártnak, mint a demokratikus koalíciónak számos pert nyert. Egyébként ő volt az ügyvéde. Saját perét is meg fogja nyerni? Én azt hiszem, hogy igen, és bízom benne, hogy igen. Egyébként ő volt az ügyvédem Orbán és társai ellen, nem is tudom már, Lázárt, Dajcsot pereltük együtt, és nagyon szép sikereket is értünk el. Első fokon megnyertük a pert, másodfokon meg hip-hop át kellett alakítani a bírói tanácsot az ítélet hirdetés előtt 2 nappal, hogy neki kedvező ítélet szülessen, 3. fokon majd meglátjuk. Szóval Csaba rendkívül aktív ellenzéki politikus, nem csak ügyvéd, ezért is ért mindenkit meglepetésként az az iszonyatos erővel fellépő államhatalom, ami őt előzetes letartóztatásba is helyezte, nem csak őt, hanem több munkatársát is. Nekem nem tisztem eldönteni, és nem is vindikálnám magamnak a jogot, hogy valaki bűnös vagy ártatlan, bár én nagyon bízom Csabába, de azért gyanúra okot ad, hogy a Magyarországgyűlés fideszes többsége hoz egy parlamenti határozatot arról, hogy valaki bűnös. Mert hogy ők csak gondoskodni akartak a fiatalokról, hogy a pénzeket megjutni? Hát, ugye itt két probléma van. Az egyik, és erről már sok cikk született. Ne várjál egy újságírótól, hogy mindent hogy elolvas. Minden, ez semmiféleképpen, de erről sok cikk született, hogy nagyon gyanús volt, hogy mindig több ezer károsultról beszéltek, majd kiderült, hogy egyelőre 11 károsult van. Ha egy van, az is több. Ez így van, de azért 11 károsult 800 ezer forinttal, és valamint mindegyiknek meg lenne a fizetése, hogyha nem zárolták volna a számlákat, tehát nem az, hogy nem tudták, hanem ugye az eljárás miatt. De ne haragudjon, nincs olyan a világon, hogy egy parlamenti többség, és hogyha elolvassa a határozati javaslatot, gyakorlatilag előre kijelenti, hogy ki bűnös és ki nem bűnös. Biztos valamint, túl sok jogász van a parlament. Hát igen, akkor elég gyenge jogászok. Valamint az is elég sokat mondó volt, hogy engem úgy idézett be a nyomozóhivatal, hogy én nem tudtam róla. A nyomozóhivatal se tudott róla. Először az Origo nevű hírportál számolt be arról, hogy biztos engem... Biztos jó információi vannak. Hát olyan jó információi vannak, hogy még a nyomozók se tudták akkor, hogy engem beidéznek. Az Origo megírta, nyomozók engedelmeskedtek. Kedves nézőm, ez természetesen nem ennek a hírportálnak a reklámja volt. Semmiféleképpen. Úgyhogy számos olyan jel mutat arra, hogy igen, Csaba egy politikai... Én azt olvastam, hogy önök 3 alkalommal is pénzügyi támogatást, azaz igen, magyarul kölcsönt adtak ennek az úriembernek, aki egy ügyvéd, aki egy aktív politikus. Ez miért baj, hogyha valaki valakinek kölcsönöd? Ez egy banki tevékenység, vagy mi a baj? Nem. Banki tevékenység akkor lenne, hogyha ezt meghirdetném széles körben, ebből élnénk, de hát ez kifejezetten egy baráti kölcsön volt. Likviditási problémái voltak Csabának, rövid lejáratúak voltak, rendesen is visszafizette egészen addig, amíg nem zárolták a vagyonát. Nem, én azt hiszem, hogy egész egyszerűen csak egy módva csinált ügy, ahol be lehet mutatni Dobrev Klárát, amit éppen nyomozott. Mikor van ideje anyának lenni? Folyamatosan. Hát reggel, délben, este. Nagyon sokat vagyunk együtt. És ráadásul, ugye hát a nagyok már nagyok, de Marci, aki a legkisebb, most 3 éves, éppen múltkor gondoltuk végig, hogy az összes gyerekkel nem töltöttünk olyan sok időt, mint most ezzel a legkisebben, és rendkívüli módon élvezzük. A férje nem miniszterelnök jelölt, hanem a pártjának a vezetője, a lista vezetője. Megjelent a sajtóba, a bulvárba, meg a nem bulvárba, hogy esetleg ön lenne a miniszterelnök jelölt. Miért nem vállalta ezt? És megjelent sokszor a sajtóban, hogy én elmondtam, hogy nem. Igen. Jól van akkor, csak hogy pontos információt adunk. Azt is nagyon sokszor elmondtam, hogy én láttam közelről miniszterelnök jelöltet, és látok közelről egy pártelnököt és vezetőjét. Ez olyan fajta elhivatottságot és olyan fajta teljes odaadást kíván, ami nem egyszerűen csak arról szól, hogy valaki jól beszél, hogy adott esetben valakinek van valami gondolata a világról. Hát, hogy a nézőink odafigyeltek, akkor ön kiválóan beszél. Ezért mondjuk, anélkül, hogy udvarolnék. De hát Szatcser asszonynak is sikerült, Golda Meirnek is sikerült, a mostani és Merkelnek is. És kell még egy belső drive, mondja az angolt, kell még egy olyan belső iszonyatos elkötelezettség. De hát, ha nem lenne ilyen, akkor nem menne lakossági fórumokat tartani. Ez nem így van. Szerintem az embernek a közéleti ambíciói nagyon sok fajták lehetnek. Ön is megpróbálja a közéletet befolyásolni, anélkül, hogy feltétlen miniszterelnök jelölt akarna lenni. Isten ment. Hát, nagyon sokféleképpen, és nagyon is jó, hogy sokféleképpen lehet. Túl sok miniszterelnököt és minisztert láttam közelről.
Hát én meg sok újságírót. Én inkább filozófus lennék, mint újságíró, de nem én rólam van szó, én csak kérdezek. A gyerekeik meg vannak elégedve önökkel? Húha, hát ezt mindig tőlük kell megkérdezni. Nem szokták megmondani, hogy anyu, apu, ezt másképpen kéne? Mi nagyon sokat beszélgetünk, mi egy nagyon beszélgetős, vitatkozós család vagyunk. Amúgy is az alaptermészetem az, hogy mindent mindig megbeszélni, még akár adott esetben háromszor is megbeszélni, néha már a Ferinek sok, ahányszor ezt végigbeszéljük, és a gyerekeim is ezt örökölték, úgyhogy abszolút vitatkozunk, elmondják a véleményüket, és főleg amióta egy kicsit kinyílt a szemük, hát nekik egy kicsit korábban kellett, mert hát 11-12 évesek voltak, illetve a legnagyobbak azok kiskamaszok, amikor a politika beköltözött a házunkba. Ezért iszonyatosan érdekes és izgalmas azt látni, hogy ők hogyan gondolkodnak a világról, őket mi minden érdekli a világban. És szerencsére elég határozott véleményűek, ami néha persze fárasztó szülőként. És a nagyok, hogyha lenne szavazati joguk, akkor a DK-ra szavaznának? Igen, és van is szavazati joguk. De a szavazás titkos. Van hátra 4 percünk. Ez alatt a 4 perc alatt arra kérem, hogy mondjon el egy napját, de fölpörgetve, hogy semmi nem maradjon ki. Hát reggel 6:30 körül kelek, a Feri általában már 5-kor kell, úgyhogy ő... És az ágyba hozza a kávét. Nem, de elkészíti a kávét, és a reggelit Marcit közösen fölöltöztetjük, megreggeliztetjük, elvisszük bölcsödébe. Feri onnan elmegy dolgozni, és késő este látjuk a napok többségében. Én utána általában elmegyek sportolni gyorsan, utána bemegyek az irodámba, dolgozom délután, ha tehetem 4-ig, igyekszem én menni érte, hetente 2-szer előfordul az, hogy vagy 3-szor néha, hogy nem tudok érte menni, akkor általában vagy a nagymama, vagy a nővére, vagy a bátya, szerencsére nagyon sokan vagyunk a családban, megy érte, és az esténk azok most a legózás, vonatozás, autózás, és most elsősorban a Mikulás és a karácsony körül forogtak. Mikulás, karácsony, van még pontosan 3 percünk, mert utána mennie kell. Hamarosan ránk köszönt a Hanuka, ugye tudja, hogy miről szól a Hanuka, majd azt követi a karácsony. 2 különböző dolog, de mind a kettőben a fény, a szeretet, szerepet kap. És ugye a világbéke, ma egy történelmi napon beszélgetünk, ugyan az Izrael hajom, egy reggeli izraeli napilap azt írta, hogy thank you for president, hát én innét kijavítom őket, adok neki egy kis istenhitet, azt kellene, hogy mondják, hogy thank you for the God, vagy hogy köszönet az örökkévalónak, Jeruzsálem újból Izrael fővárosa. Mit tud mondani ezekről az ünnepekről, meg mi a véleménye arról, hogy a zsidó állam is eldöntheti, hogy mi legyen a fővárosa? Hát nézem, az ünnepekkel kapcsolatban mi meggyújtjuk otthon a Hanukka gyertyát is, és a karácsonyi gyertyát is. Már csak a hagyományok miatt is, ugye egy ilyen nagyon sokféle oldalról, kultúrából összerakott család vagyunk. És én nagyon oda is figyelek arra, hogy az ünnepek egy picit emelkedjenek ki a hétköznapokból. Nem az kell, hogy csak az ünnepeken szeressük egymást, egyébként meg kiabáljunk, persze nem erről szól, de az ünnepnek mindig megvan a maga varázsa, különösen, ha sok a gyerek. Viszont, hogyha lehet valamit kívánnom az ünnepek kapcsán, akkor a korábbiaknál, a korábbiaknál is sokkal több türelmet, megértést, és szerintem sokkal több beszélgetést és párbeszédet. Szerintem ez az országnak is jót tenne, a világnak is jót tenne, és minden közel-keleti konfliktusnak is jót tenne. Tehát akkor Jeruzsálemről már biztos járt ott, mi a véleménye? Hát, amit az előbb elmondtam, én úgy érzem, az én alapállásom az az, hogy problémákat azt mindig beszélgetéssel és megbeszéléssel kell megoldani. Még akkor is, hogyha az európai történelem... Tárgyalással. Az európai történelem megtanított minket arra, hogy vannak problémák, amelyek sajnos nagyon hosszú idő alatt oldódnak meg. Meg soha. És az Európai Unió története és az általam áhított Európai Egyesült Államok története pedig arra is megtanít, hogyha kitartóan törekszünk valamire, akkor az előbb vagy utóbb megvalósulhat. Európa az elmúlt 70 évben a békeszigete. Ezt sikerült megcsinálnunk, szerintem máshol is sikerülhet. Kedves nézőim, folytathatnánk még holnap reggelig. Dobrev Klárától azt kérjük, hogy majd itt folytassuk legközelebb. Az elmúlt közel fél órában Dobrev Klára, a jogász, a közgazdász, a volt miniszterelnök és a pártvezér felesége, több gyermekes családanya volt műsorunk vendége. Beszélgettünk vele a választásokról, arról, hogy mit gondol a világról, és arról, hogy szerinte Európa az elmúlt 70 évben
a béke szigete volt, és ezt szeretnék kívánni önöknek is. Mi is ezt kívánjuk önnek, és visszavárjuk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, legközelebb velem holnap reggel a Pirkadatba politikai magazin műsorunkban találkoznak. Addig is nézzék vissza, ha lemaradtak valamiről az éjszaka folyamán. Ne felejtsék, mi azért vagyunk, hogy önök ne legyenek egyedül. Nézzék a híradónkat is, hisz emlékeznek rá. 5778 esztendős múltunk a biztosíték arra, hogy mi még az időjárástól is függetlenek tudunk lenni. Viszontlátásra, további jó tévézést!